Bizonyára emlékeznek rá, hogy tavasszal a kormány a furt és ásott kutak sarcolását, regisztrációját azzal magyarázta, hogy a magyar ivóvíz kincset kell megvédeni, a magyar vízbázis védelmében szeretné ezt véghez vinni. Egy fél évvel később ugyanez a kormány 4,7 milliárd forinttal támogat egy olyan akkumulátorgyártó üzem megépítését, amely besorolásilag fokozottan érzékeny vízbázis védelmi területen van Alsó-Zsolcán. A Mi Hazánk mozgalom minden lehetséges lépéssel fellép ez ellen az üzem ellen. Első lépésként a Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi osztályához fordulunk, ahova az előzetes engedélyeztetési eljáráshoz be fogjuk nyújtani ezeket az aggályainkat. A Bőcs-Sajóládi vízmű naponta 20 000 köbméter vizet termel ki, ezzel ellátva a környékbeli településeket és sokszor Miskolc lakosságát is. Nem hagyhatjuk, hogy ez bármilyen szennyeződés érje, ezért közösen álljunk ki az ivóvíz kincsünkért. Arra kérek és buzdítok tehát mindenkit, hogy az elkövetkezendő pár napban küldje el a Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának az Alsó-Zsolcára tervezett akkumulátorfeldolgozóval kapcsolatos aggályait. Mutassuk meg, hogy minél többen vagyunk, mutassuk meg, hogy fontosnak, mint Borsodabói-Zemplén megye, Miskolc, Alsó-Zsolca és a környező települések ivóvízkincse.